Árgus szemekkel figyelték délben a Corvinusos hallgatók és az oktatók is, mit jelentenek be az egyetemen. Az intézmény fenntartását új alapokra helyezik, ennek részleteiről ma beszélt először az egyetem vezetése és az innovációs miniszter. A Corvinus Egyetemet egy vagyonkezelői alapítvány működtetné. 600 millió forintos minimális összegen túl nagyjából 380 milliárd forintnyi olyan értéket kíván a kormány ebbe az alapítványba átadni, ami hosszú távon tudja az egyetem működését biztosítani. Az alapítvány alapító vagyona a MOL és a Richter 10-10%-os állami tulajdonban lévő részvénypaketje, amelyeknek összértéke mintegy 380 milliárd forint. Az osztalék fordítható a célok megvalósítására. Az egyetem kancellária szerint 2020-tól állami helyett úgynevezett Corvinus ösztöndíjra lehet jelentkezni az alap, a mester és a doktori képzésen is. A felvételiben nem lesz változás. A jövőben is két fizetési formát fognak tudni megjelölni. Az egyik egy támogatott, mögötte eddig az állami ösztöndíj húzódott meg, mostantól majd a Corvinus ösztöndíj fog mögötte meghúzódni. A kancellár ígérete szerint így továbbra is lesznek olyan diákok, akiknek ingyenes lesz a képzés. A független diákparlament szerint egyelőre nem tudni, hogy lesznek-e plusz követelmények a Corvinus ösztöndíjas hallgatókkal szemben. Megmarad a régi rendszer, amiben csak a felvételi pontszámokat vették számba, hogy bekerül-e valamilyen új komponens is ebbe az egyenletbe. A Corvinus egyes szakokon bevezetné a 4+1 éves alap plusz mesterképzési kurzust, és növelné az idegen nyelvű képzések arányát. A fenntartóváltás már júliusban megtörténhet, de az új szabályok csak azokra vonatkoznak majd, akik 2020-ban felvételiznek az egyetemre.